Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jó meleg augusztusi napon. Alapítványunk és a Katolikus Egyház Közösség 25. alkalommal rendez Penyésztentel ünnepséget Kiskunmajsán, és ebből az alkalomból külön köszöntöm azokat, akik részt tudnak venni rajtuk. 1990-ben a rendszerváltás utáni első döntések között szerepelt az, hogy Magyarország ünnepeit a parlament meghatározta, és azt a döntést hozták, hogy a legjelentősebb Magyarország ünnep az államalapítás ünnepe legyen. Ezért is van az, hogy ma ünnepel az ország mindenhol, mi Kiskunmajsán is megadjuk a lehetőséget, a módját annak, hogy ünnepel, köszöntsük ezt a jeles napot. Az is esetleg eszünkbe juthat, hogy idén 80 éve az van az a megállapodás aláírva, amit Gyergyó Szent Miklós és Kiskunmajsa kötött tessévárosi kapcsolatok megteremtésére. Ugyan volt egy pár évtized szünet a kapcsolatokban, de újra élettek, ezek a kapcsolatok újra erősödnek, és azért tudjuk köszönteni a Gyergyó Szent Miklósi delegációt is körünkben. Majtényi Flóra, mi a haza? Édesanya, édesapa, mondjátok csak, mi a haza? Tán-e ház, amelyben vagyunk, amelyben mindjárt lakunk? Ez a haza? Nem, gyermekem, ez csak házunk. De amit itt körül látunk, merre földeink terülnek, merre kertjeink feküsznek, ez a haza. Minden, amit a szem belát, itt e föld, mely kenyeret ád. E folyók, tele halakkal, e szőlőhegyek, falvakkal. Ez a haza. Nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntöm Önöket egy születésnapon, a Magyar Állam születésnapján. És külön öröm számomra, hogy egy olyan civil szervezet és egy ezer éves egyház szervezésében megvalósuló programról lehet szó, lehetünk itt mindannyian, amely politikától, pártoktól függetlenül csak és kizárólag arról kell, hogy szóljon, hogy ennek a magyar államnak a több mint ezer éves történetére visszaemlékezve egy születésnapi köszöntőn vagyunk itt. Kiskunmajsa számára úgy gondolom, hogy nagyon fontos esemény. Az elmúlt 25 év bebizonyította, hogy az Önök számára is fontos esemény. Mert időről időre, évről évre itt vannak, látok a sorok között fiatalokat is, remélem számukra sem teher, hanem lehetőség az emlékezés, és nagyon bízom abban, hogy a hosszabb ideje fiatalok számára is lehetnek új érzelmek, új érzések, új gondolatok, új értékek ebben a napban. Születésnapra jöttünk össze. Születésnap, amely nagyon sok mindent meghatároz. Az életben való elindulást. A születéssel valami elkezdődik. A magyar állam megszületésével a magyar nemzet új hazát, új keretet, új lehetőséget kapott. A múltat sikerült a jelenben megalapozni, ezer esztendővel ezelőtt, és egy olyan jövőt építeni, ami így visszamenőlegesen sem kérdőjelezhető meg. Én úgy gondolom, hogy Szent István döntése, az, hogy Európát választotta, az, hogy az európai kereszténységet választotta, erőteljesen meghatározza a múltban, és meghatározza a jelenben a magyar nemzet életét, és úgy hiszem a magyar nemzet jövőjét is. Békében lehet építeni, háborúban csak rombolni lehet. Én úgy gondolom, hogy ez a béke
az államalapítás gondolatához, ünnepéhez ezer szállal kapcsolódik, hiszen ennek a békének a következménye az, hogy amikor lehetett épületeket, amikor lehetett közösséget, és a mindennapokban pedig embereket, családokat építettek. Jövőt építő Kiskunmajsát kell és szabad csak nekünk közösen fenntartanunk, megtartanunk és lelkileg közösen építenünk. Én ehhez kívánok Önöknek ezen a születésnapon sok erőt, kitartást, és nagyon szépen köszönöm Önöknek, hogy meghallgattak. Az alapítvány 16 évvel ezelőtt határozott úgy, hogy alapít egy díjat, a Majsáért díjat, és 16 év óta minden esztendőben az ünnepség keretében szoktuk átadni ezt a kitüntetést annak, akit a kuratórium arra méltónak talál. Idei döntésünkben motivált az is bennünket, mert a bevezetőben már említettem, hogy 80 éve kötötte meg a Tessővárosi Szerződését Gyergyó Szent Miklós és Kiskunmajsa. Ezért olyan embernek adjuk a díjat, aki segítette ezt a kapcsolatot. Az idei évben a díjat Postumus Concierge kapja, a barátunk, aki képviselő is volt, és már elhagyott bennünket, de nagyon sokat tett le az asztalra, mind Kiskunmajsa fejlődése, mind a kapcsolatok építése terén. Kérem Gyerges Benyámint, hogy adásságot. Kihasználva a történelmi idő adta lehetőséget, idén 80 esztendeje, Észak-Erdély visszacsatolásakor, ahogy a manapság mondják, a helyi véleményalkotó erők jelesei Bujovszky Gyula doktor vezetésével Gyergyószent Miklósra utaztak, és testvérvárosi szerződést kötöttek az ottani és akkori véleményformáló erők jelesei. Hogy a barátságnak, barátkozásnak anyagiakat is teremtő haszna is lehet, azt a tőzsgyökeres Majsai, így hát lokálpatrióta, Koncienő vette észre. Valósította meg ezen a tájékon, ebben az időben. Először kombájnokat vitt ki, nem kis fáradtsággal, Majsáról a Gyergyói medencébe, hogy az ott akkor mindig gondot okozó nyári aratást rövidebbé tegye. Ezáltal könnyebbé is. Majd pedig egy megélhetési gondokkal küzdő fogadó életben maradását könnyítette meg azzal, hogy abban többségi tulajdont vásárolva és igen-igen megterhelő munkát vállalva magára életben tartsa, majd felvirágoztassa azt. Végakarátához híven, Hanvait a gyergyói basafogadó kertjét átszelő borzont patakba szórták. A Majsáért díj odaítélésével a Majsa Alapítvány hozzájárult ahhoz, hogy Koncienő, ha jelképesen is, hazatérjen az őt fölnevelő szeretett városába, Kiskunmajsára. Hogy itt élettörténetével, halála után is példát mutasson. A laudáció dr. Kozma Huga írása. Köszönöm.
felkérem Kosik atyát, hogy az idei kenyeret szentelje meg nekünk. Mindenható atyánk, urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlünk mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Kérem Kosik Sándor plébánosulat, hogy havasra fel Kiskomarcsa új köztéri szobrát. Napra pontosan 30 évvel ezelőtt ezen órákban járt nálunk a Hősök terén Budapesten Szent II. János Pál pápa, amikor befejezte az ötnapos első magyarországi látogatását, és szinte percre pontosan, tehát 30 évvel ezelőtt mondta, üzente nekünk magyaroknak, hogy Szent István nem csak a koronáját, hanem megmásíthatatlan örök értékeket is ránk hagyott. Ez a szobor, amelyet most felszentelünk, emlékeztessen bennünket arra, hogy Szent Atya, II. János Pál pápa ezeket az örök értékeket ajánlotta figyelmünkbe, hogy ezeket őrizzük, védjük itt Kiskunmarsán, Magyarországon, nemzetünkben. A hazát, a családot, a krisztusi evangélium értékeket. Könyörögjünk! Mindenható örök Istenünk, te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük, így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük példájának követésére buzdulunk. Kérünk, áld meg ezt a szobrot, amelyet Szent II. János Pál pápa tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy aki ezelőtt, a szobor előtt könyörögve kéri és tiszteli az ő közbenjárását, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus, ami Urunk által. Amen.